Köszöntöm a kedves nézőket! Európában is gyorsan terjed a majomhimlő, már halálos áldozatot is követelt. A járványt nemrég globális vészhelyzetnek minősítette az Egészségügyi Világszervezet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legutóbb közölt adatai szerint Magyarországon eddig 42-en fertőződtek meg igazoltan. Emellett a koronavírus fertőzöttek száma is hétről hétre emelkedik. A vírusokról dr. Csoma Eszter klinikai mikrobiológust kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon keveset tudunk a majomhimlőről, pedig aggasztó hírek érkeznek. Ugye a Felkomban is mondtam, hogy már 42-en fertőződtek meg Magyarországon. A világban egyébként még aggasztóbb hírek jönnek. Mi a helyzet globálisan? Jelenleg a mai napon már átlépte a 26 ezret a regisztrált és igazolt majomhimlő fertőzötteknek a száma. Ez mindenképpen aggasztó, hiszen ezt megelőzően, tehát a 2022-es évet megelőzően összesen kb. 30 ezer esetről tudunk, ráadásul ezek döntő többsége is a 2010-es éveket követően keletkezett regisztrált eset. Tulajdonképpen ennek a 26 ezeret meghaladó esetszámnak a 25%-a az Egyesült Államokban regisztrált, ugyanakkor viszont több mint 60% Európában. Ez mindenképpen aggasztó, hiszen ezt megelőzően gyakorlatilag néhány esetben, 2003-ban volt az Egyesült Államokban egy kisebb probléma, miatt 47 esettel, illetve 2017 után 2018-ban regisztráltak még 7 esetet, és minden ezt megelőző eset Afrikára korlátozódott tulajdonképpen. És mi lehet akkor most ennek a 26 ezres, ha jól emlékszem, számnak az oka? Tehát eddig alig hallottunk erről a vírusról, pedig néhány évtizede észlelték először, most pedig ilyen hirtelen rohamosan tombol ez a járvány, és rohamosan terjed. Valójában magát a vírust azt ismerjük már 1958 óta. 1970-ben regisztrálták az első esetet, ez Afrikához kötődő. Ezt követően tulajdonképpen évtizedről évtizedre növekedett az eseteknek a száma. Meglepő módon a 2010-es években már tényleg jelentősen. Nagyon sok minden okozhatja azt, hogy éppen aktuálisan egy adott vírusfertőzésből nagyobb esetszámot látunk. Adnám magát, hogy fejlődött a diagnosztikai lehetőség, és sokkal többet veszünk észre, sokkal többet diagnosztizálunk. Ennek ellent mondanak tudományos adatok, hiszen a 2000-es években már nem volt olyan nagy mértékű változás, tehát ott volt egy nagy ugrás. Ami még mindenképpen felhívja a figyelmet erre a vírusra, hogy gyakorlatilag az első évtizedekben tulajdonképpen nagyon fiatal gyermekeknél tapasztalták ezt a fertőzést, majd ahogy haladtunk, pedig ők kevesebben. Így van, ahogy haladtunk előre az időben, úgy növekedett az életkora azoknak, akiknél a majomhimlő fertőzést diagnosztizálták. Legtöbb esetben ezeket úgynevezett zoonotikus, állatról emberre terjedő fertőzésnek tekintették, és valójában a feltárt esetek, amelyeket egyértelműen regisztráltak, ezek mindig valamilyen állati fertőzéshez voltak köthetőek. Innen kapta a nevét is, ugye, ha jól tudom, hogy majomban észlelték először. Így van, viszont ennek ellenére nagy valószínűség szerint inkább a rágcsálók között természetes terjedésű ez a vírus, és ezek a majmok egyébként 1958-ban Dániában pont víruskutatások miatt voltak jelen, tehát amiatt importálták őket, és ezeknél a majmoknál figyelték meg a karantén időszakuk alatt, hogy rajtuk ilyen himlőszerű kiütések jelentek meg, és akkor izolálták ezt a vírust. Most viszont a hírek szerint inkább emberről emberre terjed. Valójában állatról emberre is terjedhet ez a megbetegedés, most viszont már egyértelműen emberről emberre terjed. Bocsánat, még az állatok, milyen állatokról terjedhet? Elsősorban rágcsálókról beszélhetünk, ezek Afrikában található különféle rágcsálók, mókusok, illetve egyéb jószágok, illetve akár kisebb majmok is, tehát makákók, kisebb emlősök, akár a főemlősök is megfertőződhetnek egyébként. És itt a terjedésben ugye van egy ellentmondás, mert hogy a hírek szerint elsődlegesen szexuális úton, szoros bőrkontaktus útján terjed, ugyanakkor, ahogyan beszéltük is, gyermekeknél is felfedezték már ezt a vírus, gyermekek esetében is. Hogyan tud akkor terjedni ez a vírus? Valójában ugye a gyermekek esete nem véletlen, hiszen ők azok, akik az állatokkal talán egy picit könnyebben kerülnek közeli kontaktusba, tehát ez megtörténhet. Szexuális úton terjedést nagyon óvatosan kell még megfogalmazni. Az egyértelmű, hogy a közvetlen kontaktus kell ennek a vírusnak a terjesztéséhez, ami ugye nyilván egy szexuális aktus során fennáll. Tehát ilyenkor közvetlenül bőr a bőrrel érintkezik, nagyobb nyálcseppek, amelyek nem jutnak messzebbre könnyebben,
tudják megfertőzni az adott illetőt. Ugyanakkor viszont az még nem egészen egyértelmű, hogy maguk a nemi váladékok is terjesztik el a fertőző képes vírusokat. Az egyértelmű, hogy kimutatható. De mondok egy példát, az ebola vírusra sem egyértelműen úgy gondolunk, mint szexuális úton terjedő megbetegedésre. Ugyanakkor viszont azt pontosan tudjuk, hogy egy ebolából felépült személy az a nemi váladékával még hosszú hónapokig képes mást megfertőzni. Nagyon-nagyon óvaintenék attól, hogy ezt egyértelműen kizárólag szexuális úton terjedő megbetegedésnek tituláljuk, ugyanis ez tévesen arra a következtetésre vezetheti az embereket, hogy kizárólag ilyen módon tudnak megfertőződni. Illetve akár még egy stigma is lehet ez, ami viszont a fertőző megbetegedéseknél probléma. Náthával, cseppfertőzés útján tud terjedni ez a vírus? Az biztos, hogy tud nyálcseppekkel terjedni, ugyanakkor viszont, hogyha például egy koronavírus, egy influenza fertőzéshez hasonlítjuk ezeket, akkor azért lehet különbözőség, és úgy tűnik, hogy van is. Hát igen, bocsánat, a koronavírusnál emlékszem, hogy azt mondták, hogy egy náthával akár 4 embert is meg tudunk fertőzni, azért hál' Istennek ilyen rohamban a majomhimlő nem terjed. Igazából ennek inkább fizikai okai vannak. Tehát tulajdonképpen az, hogy a légutakból hogyan kerül ki egy adott vírus, és az hogy jut el egy másik személyre, ennek többféle módja van. Vannak a nagyon pici, ezt talán a koronavírussal kapcsolatban már megtanultuk, aeroszol pici cseppek, amik egészen messzire el tudnak jutni. Vannak azonban nagyobb nyálcseppek, amelyeket a gravitáció viszonylag gyorsan lehúz, emiatt nagyon közeli kontaktus szükséges ahhoz, hogy meg tudjunk fertőződni. A tüneteiről nem beszéltünk még, hát egészen megdöbbentő képeket láttam olyan, hát ilyen, nem is tudom, csomó, vagy kiütés, vagy minek hívják ezeket? Ezeket milyen esetekben okozhat? Hólyagos kiütést okoz. Hólyagos valójában kiütés. Minden esetben, amikor tünetek jelentkeznek, a hólyagok megfigyelhetők. A fertőzés, amikor megtörténik, akkor van egy viszonylag hosszú úgynevezett inkubációs idő. Ez az, amikor a szervezetben még szépen elterjed maga a kórokozó, ő szépen ott replikálódik bent a mi sejtjeinkben, és aztán egyszer csak megjelennek a tünetek. Ez a periódus, ez viszonylag hosszú, átlagosan ilyen 6 nap és 2 hét között van, de akár 21 napig is el tud ez nyúlni. Ezután kezdődik egy bevezető fázis, ezek szinte influenza-szerű tünetek, sőt valójában teljesen izomfájdalom, láz, elesettség, meglehetősen erős, tényleg az influenzára hasonlító tünetek jelentkeznek, majd ezt követően néhány nappal, olyan 1-3 napon belül jelentkeznek ezek a kiütések. Az, hogy a kiütések hogyan jelentkeznek, ezt nagyon sok minden befolyásolja. Nyilván lehet ez szinte teljes testet érintő. Mostani eseteknél nagyon gyakran látták, hogy elég erősen lokalizáltan, tehát egy adott helyhez kötődően, például a nemi szervek környékén jelentek meg ezek a hólyagok. A hólyagok elhelyezkedése is nagyon fontos ennél a vírusfertőzésnél. Ez a klinikusokat nagyban segíti, hogy ezek hol helyezkednek el. Kifejezetten az jellemző, hogy kevésbé itt a központi törzsi részen, sokkal inkább, ahogy megjelenik például az arcon, aztán utána a végtagok irányába, és még a tenyereken, talpon is megtalálható. De sajnos például a nyálkahártyákon is, és hogyha a szájüregben, a nyálkahártyán vannak ilyen hólyagok, és ezek szépen kipukkannak, és ugye ezekből kiürül egy csomó vírus, akkor ezek a nyálcseppekkel már könnyebben tudnak terjedni. Mi vezethet a halál esethez? Itt esetleg egy legyengült immunrendszerre kell gondolni, vagy mik a kockázati tényezők? Így van. Tehát, hogyha a haláleseteket nézünk, akkor azért Afrikából vannak nekünk adataink, de sosem szabad ezeket feltétlenül összehasonlítani, például egy európai vagy egy nagyon jól fejlett egészségügyi rendszerrel rendelkező országhoz, illetve térséghez képest. Ugyanis bizonyos földrajzi régióban bizonyos betegségek sokkal gyakoribbak, legyengíthetik az immunrendszert. Ugyanez megfigyelhető, hiszen ugye sajnos már halálesetet is köthetünk a majomhimlő 2022-es járványhoz, hogy valójában legyengült immunrendszerűeknél van nagyobb kockázata ennek. Lehetnek egyébként szövődmények is, tehát tudunk is ilyenről, hogy a majomhimlő társulhat aztán utána a szövődménnyel, például lehet véráramfertőzés, lehet agyvelőgyulladás, ilyen megeshet, és ezek már nagyon komoly tünetek. Mire számíthatunk a következő hetekben? Hát esetszám növekedésre ez egyáltalán nem kétséges. Gyakorlatilag 2 hónap alatt elértünk egy 42-es számot, 2-3 hónap, nem tudom pontosan.
Nagyon valószínűleg ugyanazt fogjuk látni, mint amit jelenleg a világon látunk. Növekednek az esetszámok. Szerencsére itt azért pánikba esnünk semmiképpen sem kell. Van megfelelő megelőzési stratégiánk. Nagyon ritkán tünetmentes ez a fertőzés, vagy legalábbis eddigi tudásunk alapján, tehát feltárhatók, elkülöníthetők ezek az esetek. Elhangzott itt egy kulcsszó, a megelőzés. Mit tudunk tenni, miket javasolnak, milyen irányelveket? Valójában ugye vannak az általános higiénés előírások, ez is egy burokkal rendelkező vírus, ugye ezt már a koronavírusnál szintén megtanultuk, ez rendkívül sérülékeny, tehát a megfelelő tisztítás a bőrfelületnek a megfelelő lemosása, szappanos lemosása az nyilván egy nagy segítség. Nyilván a szoros kontaktus az, ami segíti ennek a terjedését, tehát értelemszerűen figyelnünk kell a velünk szoros kontaktusba kerülőknek a tüneteire. Nem szabad, ahogy említettem, hogy egy megbélyegzés társuljon ehhez a megbetegedéshez, nem szabad, hogy ez valamiféle szexuális tevékenységhez kötődhessen csak, hiszen ugye bárhol máshol is megtörténhet egy közvetlen szoros kontaktus, és éppen ezért ennek elkerülése akkor lehetséges, hogyha a saját tüneteinket például nem titkoljuk el. Reméljük, hogy itt visszaszorítkoznak a számok. Ugyanakkor sajnos a koronavírus esetében ismét növekvő esetszámokat tapasztalunk. Megszoktuk már ezeket a kifejezéseket, hogy delta, omikron, hol tartunk most milyen variánsoknál, alvariánsoknál? Valójában jelenleg is az omikron különböző variánsok azok, amelyek dominálnak, tehát ezek már kiszorították gyakorlatilag az ezt megelőző variánsokat, nagyon úgy tűnik a jelentések alapján, ugye minden egyes országból származnak ilyen adataink, és tulajdonképpen ezek folyamatos vizsgálata elengedhetetlen ahhoz, hogy tudjuk, hogy éppen aktuálisan milyen vírusok fertőznek minket. Jelenleg az omikronnak többféle ilyen alvariáns az, ami... sajnos. Ennek most milyen a természete? Azért az elején azt tapasztaltuk, hogy minél többször mutálódik, annál agresszívebb és annál fertőzőképesebb. Most talán, mintha kevésbé lenne. Illetve nem fertőzőképes, mert sokakról tudok, akik megbetegedtek, csak kevésbé súlyos a lefolyása a betegségnek. Most milyen természetről beszélhetünk? Valójában a terjedési lehetőség ennek a vírusnak sokkal jobb. Tehát egy megfertőzött személy sokkal több személy tud viszonylag rövid idő alatt megfertőzni, illetve sajnálatos módon olyan mértékben mutálódott jelenleg ez a vírus, hogy gyakorlatilag nagyon könnyen töri át azt az immunvédettséget, ami vagy egy korábbi fertőzés, vagy a védőoltások, vagy ezek kombinációja miatt kialakult bennünk. Tehát sajnos most azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy jó páran átestek korábban, nem túlságosan régen a közelmúltban fertőzésen, az újra fertőződés sajnos nagyon könnyen megtörténik. Ha valaki be van oltva, akkor milyen tünetekkel számolhat? Most mik a tapasztalatok? Valójában ezt a nagy egészségügyi szervezetek is hangsúlyozzák, hogy tulajdonképpen ezek a variánsok is okozhatják ugyanazokat a tüneteket, mint amit eddig tapasztaltunk. De a nagy általánosságban nézzük, akkor valójában az emberiség változott. Már van valamilyen szintű immunvédettsége azért a lakosság nagyon nagy részének, miatt általánosságban inkább enyhébb lefolyású megbetegedéseket tapasztalnak. Az a bizonyos, bocsánat, nyári immunitás az egyébként kialakult már? Nem. Még nem? Én ezt nem gondolnám, ugyanis nyilván a nyájimmunitást is lehet valamilyen szinten megfogalmazni, hogy most mit is szeretnénk ettől a nyájimmunitástól. Inkább az látszik, hogy annak ellenére, hogy nagyon erősen emelkedik az esetek száma nagyon sok földrajzi régióban, a kórházban ápoltak száma nem emelkedik ezzel olyan mértékben, mint amit láttunk a korábbi hullámok esetén. Ez viszont sokkal inkább annak köszönhető, hogy van már egy védettségünk. És tulajdonképpen ez az, ami szintén egy nagy veszélyforrás, hogyha azt hangsúlyozzuk, hogy ez nagyon enyhe lefolyású megbetegedést okoz, akkor nagyon sokan úgy fogják gondolni, nincs arra szükség, hogy megfelelő védekezéssel a tovaterjedést gátoljuk, ugyanis vannak olyanok, akik esetében ez továbbra is rendkívül súlyos megbetegedéssé tud fajulni. És kik ők? Melyik kockázati csoport? Nyilván az idősek esetében ugye egy sokkal kevésbé erős immunválasz várható adott idő eltelte után, akár hogyha fertőzésen estek át, akár ha oltást kaptak, és ez látszik is egyébként az esetszámokból. Európában jelenleg például jelentősen növekszik a 60-65 évet meghaladó körében a fertőzésszám. Nyilvánvalóan az immunológiailag legyengültek,
az ő esetükben sok esetben akár a vakcináció sem megoldható, vagy nem is vált ki megfelelő immunválasz, tehát őket mindenképpen védenünk kell. A tesztek mennyire megbízhatóak? Ugye, hát a hivatalosan is elfogadott a PCR, amire azt szokták mondani, hogy 100%-os garanciát nyújt. Az otthoni gyors tesztekre is mondhatjuk ezt? Az otthoni gyors tesztek esetében vannak megfelelő gyors tesztek, amelyeket a nagy egészségügyi szervezetek, a WHO, ugye az Egészségügyi Világszervezet, Európai, illetve Amerikában található egészségügyi szervezet is javasolnak, ezeket listázzák is. Ugyanakkor azt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan az otthoni mintavétel, az otthon elvégzett vizsgálat, illetve annak kiértékelése, de leginkább értelmezése azért mindenképpen valamiféle segítséget igényel. El lehet ezt rontani? Valójában el lehet. Könnyen? Én azt gondolom, nem azt mondanám, hogy könnyen, elég részletesek ezek a technikai útmutatók, amik ebben találhatók, sőt kifejezetten szoktuk azt is javasolni, hogy keressenek hiteles forrásokat, tehát egészségügyi szervezetek honlapjait, ott meg is lehet nézni, hogy hogyan lehet ezeket a mintákat levenni. Inkább a kiértékelés az, ami probléma. A negatív eredmény az nem fogja kizárni a fertőzést, különösen akkor nem, hogyha valaki tünetekkel rendelkezik. Ezek érzékenysége, tehát az, hogy milyen mennyiségű vírust, milyen pontossággal tud kimutatni, valójában nem éri el a laboratóriumi vizsgálati lehetőségeket. A patikusok ránk szokták bízni, hogy milyen típusú tesztet szeretnénk venni, orrgaratból, szájgaratból, nyálmintából vett. Mi az, amit a legnagyobb biztonsággal el tudunk otthon végezni, és remélhetőleg azt az eredményt kapjuk, ami a valóságot mutatja, mit ajánl? A tapasztalat az, hogy orrgarati mintát nem nagyon szeretnek az emberek maguktól venni, még meglehetősen képzett egészségügyben dolgozók esetében is azt tapasztaljuk, hogy önmaguknak nem veszik le szívesen ezt a mintát. Nem is olyan könnyű, képzeljük el, egy pálcával az orrunkon keresztül a garatig le kell nyúlni, ez egy kellemetlen folyamat, ezt magunknak nem szívesen tesszük. Nagyon kevés olyan összehasonlító tanulmány van, ami ezek esetében vizsgálatot végzett volna, viszont azt tapasztalták, hogy a nyálmintából elvégzett, hogyha erre alkalmas tesztet vásárolunk, nagyobb biztonsággal mutatta ki a vírusfertőzést, mintha valaki rosszul vett le az orrán keresztül egy mintát. Ugyanis ebben az esetben, hogyha ő nem képes magának megfelelően ezt a pálcát jó mélyre bedugni, megforgatni és egy picit megkínozni magát. Hát, nem is kicsit, igen. Így van, akkor az orrnak az előső részéből fogja venni csak a mintát, ez viszont nem biztos, hogy tartalmaz megfelelő mennyiségű vírust. Azt olvastam, hogy az RNS az, ami igazából egyedivé teszi a vírust, de ha jól tudom, akkor ezt izolálni kell. Ezt hogyan kell elképzelni? Hogyan tudják ezt izolálni? Valójában ilyenkor tulajdonképpen az RNS az a genetikai információja ennek a vírusnak, ez nagyon egyedi, erre a vírusra jellemző. A PCR módszerrel tulajdonképpen ezt fogjuk megkeresni mi. Valójában az, hogy izolálni kell, ez nem minden esetben igaz, tehát tudunk olyan PCR módszereket, amelyek esetében nincs arra szükség, hogy abból a légúti mintából, ami rengeteg mindent tartalmaz, tehát ott vannak az emberi sejtek, annak minden alkotó része, az a kis váladék, amit ezek ilyenkor gátló tényezők tulajdonképpen? Így van, tudnak lenni. Ebben az esetben is lehet megfelelő módszereket alkalmazni, nagyon jól halad a tudomány abban, hogy ilyen módon is tudjunk dolgozni. Valójában lényegesen érzékenyebb tesztek állíthatók elő, hogyha ezt az RNS-t kivonjuk ebből a mintából, és tulajdonképpen utána már ott csak egy nagy RNS tömeget mutatunk meg annak az enzimnek, aminek el kell végezni ezt a munkát. Egyszer nagyon szívesen megnéznék egyébként egy ilyen laboratóriumi vizsgálatot. A majomhimlő esetében is megkérdeztem, hogy mire számíthatunk a következő hetekben. Tudom, ilyenkor mindig elmondom, hogy jósolni senki nem tud, de mégis szakértői szemmel mire számítanak a következő időszakban. Tudunk-e megnyugtató választ adni a nézőinknek? Vagy most esetleg tovább emelkedhetnek a számok? Várhatóan emelkedni fognak az esetszámok. Erre felhívja a figyelmet például a Nemzeti Népegészségügyi Központnak az az adata, amit a szennyvizekből nyernek. Jelenleg mérsékelt, illetve emelkedett szintű RNS-t találtak, koronavírus RNS-t a szennyvizekben, viszont emelkedő tendenciát látnak most már több földrajzi régióban is. Valójában ugyanezt mutatják a diagnosztikai mintaszámok, illetve az esetszámok is, tehát emelkedés látható. Egy virológus mindig tart attól, hogy jósoljon, hogy ennek valójában mi lesz a következménye, az biztos, hogy növekvő esetszámmal kell számolnunk.
akkor esetleg ez azt is jelenteti, hogy még évek múlva is, ha más nem izoláltan, de találkozni fogunk még koronavírus esetekkel? Az biztos, hogy fogunk koronavírus esettel azzal, hogy ezzel a SARS-CoV-2-nek nevezett koronavírussal milyen mértékben, illetve hogy ez mit fog okozni a mi életünkben, egyelőre még azért jósolni nem lehet, de tudjuk, hogy vannak koronavírusaink, amik szépen hozzászoktak ugye már az emberi szervezethez, és gyakorlatilag folyamatosan szezonról szezonra nagy százalékban fertőznek minket. Ettől függetlenül reméljük a legjobbakat. Csomó Eszter, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szívesen köszönöm. Kedves nézőink, eddig tartott ma a közügy. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!